A zombai motorsport egyesület eddigi tevékenysége a fiatalokat összegyűjtő és egyben versenyszervező ereje a koronavírus idején is megmutatkozott. Folytatódott az idén is a Délmész Kupa, ami zombai találmány, háromfordulós és ma már országos versenynek tekinthető, aminek egyik helyszíne Zomba. Ezen kívül még kétszer bőgtek fel a motorok a zombai pályán, egy különleges endurocross és egy hagyományos versenyen. Elkezdtünk egy ilyen kis amatőr vonalon megindulni, és úgy néz ki, tehát hogy a maga az országban is, tehát egy 2-3-4 év azért láthatsz egy némi javulást, tehát anyagilag, mint az embereknek több idejük lett ebben kicsit foglalkozni, lett pénzük venni motorokat, és ezeket az embereket úgymond megszólítottuk, tehát csináltunk nekik egy ilyen kis amatőr versenyeket, amik úgymond pozitívan jöttek ki. Tehát először kezdtük itt Zombán, utána visszajött ez a régi délkupának a hangulata, amit átvittünk ebbe a DLMX-é. Tehát a DLMX az is csak egy rövidítés, tehát Dél Motocross, tehát a Dél, így lett a DLMX. És elég sokan már kísérgetik az országos versenyekre, jövögetnek. Tehát én úgy látom, hogyha nem is mindig az utánpótlást a gyerekektől kell kezdeni, hanem inkább az amatőrök, inkább azok a lelkes amatőrök, őket kell szerintem bevonzani ebben, és majd önnekik jönnek a gyerekeik, az utódaik, és akkor így fog szerintem fennmaradni ez a magyar motorsport. Ennek kitűnő eszköze volt a nyári, a maga nemében különleges, még több amatőrt megszólító verseny, amikor békebeli Simpsonokkal, rigamopedekkel, utcai motorosok csapatokba verődve kötelezően 8 órán át köröztek a zombai pályán. Szintén egy meghívásos versenyen. Egy bonyhádi fiúk által jött ez az ötlet, bár én is korábban már gondolkoztam ezen, hogy mi lenne, de hát azért kellett ez egy bizonyos párfő, aki odaáll és szeretné csinálni szívvel, lélekkel. Ez igen, tehát ezért ebbe tettünk is, tehát a pályánkat jól előkészítjük. Kell ez a jó pár elvetemült ember, aki a kis Simpsonjával, vagy például mi is egy ilyen rigával, meg bánatom tudja, milyen motorokkal el nem indultunk ott. Tehát azért ez is a motorozásnak a szeretete. Tehát ők is motorosok, még hogyha csak ilyen összeverbúvált motorokkal, vagy esetleg amit a KGS-től legyártott, és azért motorozni ezek ilyen terepen 8 órát, azért az kemény dolog. Az idény záró versenyükön is nagy volt az érdeklődés, minden jellemző számottevő géposztályban zajlottak versenyek. Néhány figyelemre méltó új generációs tehetség is fölbukkant a portfelhő lovagok között. Nekem is a fiam motorozik, tehát a motorja az látható is a háttérben, ő is itt van, de attól függetlenül vannak, tehát a tolnai tehetségünk, a Kismárk, ugyebár őt elvitte a HTS, őkben is azért reménykedünk, sőt idén már láttuk Marosi Dávidot is újra motorozni, de szerintem őneki még marad ez a hobbi része, mert őnek a munkája lett az első, de azért vannak azért itt Tolna megyében, tehát nem kell logóra mondani, hogy itt nincs motocross, mert rengeteg van, sőt mondhatom, hogy Dél-Magyarország legnagyobb egyesület, azok mi vagyunk, sőt még zombaiak is, ráadásul sokan vagyunk. Langer József sportágépítő eddigi munkájának elismeréseként nem akármilyen pozícióban részesült a napokban, mit felettébb jóleső érzéssel fogadott. Őt nevezte ki ugyanis az Országos Motorsport Szövetség a Motocross Szakági Bizottsága 5-tagú vezetőségének élére. Már fejében a jelenlegi versenyrendszer megreformálásának terve, és szeretné, ha kinőne néhány német Kornélhoz hasonló nagy versenyző is a magyar motocross hírnevét öregbítendő. Valószínűleg egy 5-fordulós nagy magyar bajnokságot szeretnénk létrehozni, és a többi versenyeken, tehát maga a kupák, akiket úgy jobban fel szeretnénk karolni, hogy ott igen, ott legyen tömeg, ott jöjjenek motorosok, ott többféle kategóriákban tudnak menni, de viszont a magyar motocross OB-t az, amit nagyon szeretnénk felhozni. Tehát igen, az az 5 verseny, az nagyon komoly legyen, nagyon jó pilótákkal, és ott igenis eljön az amatőr is, a harmadosztály, a másodosztály is összemérje az erejét az első osztályokkal, hiszen nagy magyar bajnokságot akarunk, amiben nem lesz más, csak az, hogy itt húzni kell a gázt. Tekintettel arra, hogy az infrastruktúra bővítése lehetőségének hiányában Zombán az eddiginél nagyobb versenyeket nem lehet rendezni. Ez a kis ékszerdobozként is emlegetett pálya megmarad annak, ami eddig volt, tehetségkutatást és felfedezést szolgáló kiemelt versenyek helyszínének. Ismerve a hiánypótló szerepét a magyar motocross jelenlegi helyzetében, ez sem kevés.